számolni, és elkezdtem. Miután a férfi kaja kettesek döntője következik. Tehát egy, kettő, három, négy, öt. Ahogy korábban is mondtam, minden döntőben van magyar, így a most következő kajak kettesek döntőjében is. Tegnap ebből az egy döntőből hiányoztunk az 1000 méteres távon. Hogy mire lesz képes Gyulay Zsolt meglehetősen rövid idővel azután, hogy az egyes hajóban indult, nem tudom. Minden esetre Bartfai Krisztián mögött ő ül a kettes hajóban. Az egyes pályán az amerikaiak, Jürgens and Mooney, óriási iramot mentek a középdöntőben. A kettesen Hunter Robinson, Ausztrália. Robinson olimpiai bajnok, világbajnok. A hármason egy alig ismert portugál kettős, Fizeséri Gyula tanítványai. A négyesen Scarpa, aki tegnap világbajnok lett, ezúttal Bonomi valaki rendkívül gyors egyes hajóban. Nagyon erős egység. Az ötösön a bolgárok, Kasanov, Dushev, tavaly negyedikek voltak. A hatoson Thor, Nielsen, Jesper, Staal betegek voltak. Az 1000 méteren nem indultak, pontosabban Staalnak fájt a gyomra. A hetesen Freimut, Wysocki, lengyel, nagyon ígéretes, nagyon veszélyes kettős. A nyolcason a magyarok, Bartfai Krisztián és Gyulay Zsolt. A kilencesen Hruska és Kucera, csehek. Nyolcadikak voltak tegnap a hosszabbik távon. Mondom, nem lehet tudni, mire képes a mi hajónk. Kicsit kínlódva, kicsit szenvedve mentek a középfutamban. Az ausztrálok, Hunter Robinson ugrottak ki, de fönn nagyon erősen kezdett a két cseh, és mellettük a magyarok is jól mennek velük. Egyelőre ausztrál, magyar, cseh a sorrend. Gyulayékat mutatja a kép, közben velük együtt a csehek és az ausztrálok, és melléjük fölzárkózott a dán kettős, Nielsen és Staal. Ez a négy hajó, sőt most már ötödikként ott van Freimut és Wysocki, a lengyel is. Piros felső rész, fehér ujjas. 250 méterhez közelednek, mind versenyben van, a miénk is még jól haladnak, de hiszen Gyuzsó és Bartfai, illetve főleg Gyulay az egyesben is nagyon jól bírta a táv kétharmadát. Mi lesz a vége? A magyar hajó változatlan, jól halad, versenyben van, de egyre jobban följönnek az olaszok is, Bonomi és Scarpa, a nyolcas a mi hajónk. A lengyelek előtt járnak, az egyel alattuk menő lengyelek előtt, ötösön a bolgárok is, hatalmas verseny, és középütt óriási iramban az olaszok. Egyelőre azonban mi... A miénk is jól versenyben, gyerekek, próbáljuk meg, ebből aranyérem is lehet, valamelyes centiméterekkel vezet a magyar hajó, és most jönnek az olaszok, már a második helyen a miénk, ezüstérem biztos, arany sajnos nem, második Magyarország. Scarpaék újra győztek, mondtam, nagyon veszélyesek, de azt kell mondanom, hogy így is fantasztikus teljesítmény, nagyszerű versenyzés. Kicsi múlott az utolsó 50 méteren, hajrázták le a tegnap világbajnok Scarpa, aki hátul ül a hajóban, ő az a ritkuló hajú. Tegnap megverték a világot, megverték a verhetetlennek hit Blum Gucce kettős, itt még a mieink vezetnek, nézzék ott fölül, az a két fehér a barna hajóban, és az utolsó métereken, talán egy fél méterrel, kimagaslóan ez a két kettős. Nagyon jó volt, így is nagyszerű, hogy nem lehet, minden nem lehet megnyerni, ugye? Bár lehetne, de ez is érmes szereplés. Köszönjük szólva, Gyulay Zsolt helyezése után az egyes hajóban nem reméltem, hogy így föl tudja szívni magát. Azt hiszem, már szinte azt gondolták, győztek is, és akkor valahonnan a semmiből Scarpa még előhúzott valamit. Hát Scarpa, aki egyéniben nem indult el, két kettes győzelmével, két aranyérmével a legnagyobb alakja talán eddig ennek a világbajnokságnak. Ismét dobogós hely, ezüstéren Bonomi került a vízbe. Ő is, hogy úgy mondjam, régi motoros, Bonomi, a rövidebb távok specialistája.
Daniele Scarpa tavaly hatodik volt ezen a rövidebb távon más partnerrel, és az idén Bonomival. Rossi pedig az egyes hajók versenyében indult, mint látták is. Megint csak azt kell mondanom, hogy a győztes rövid ünneplésnek örülhet, mert már indul a következő versenyszám perceken belül. A kenukettesek, benne a friss, újdonsült világbajnok kettősünk, Horváth Csaba és Kolonics György. Itt a magyarok a stégen egy pillanatra, Bakó Zoltánnal lehetett őket látni. Hát 490-nél még mi lehettünk volna a világbajnokok. Nagyon jól versenyeztek a fiúk. Nem tudom vajon, ha látják-e, ha tudják-e, bár iszonyatos hajrát produkáltak az olaszok. Olasz, magyar, lengyel a sorrend, a különbség pedig 4 tized a két hajó között, nem egészen 4 tized. Még itt az öröm, a rajtnál már az izgalom. A tavalyi év világbajnokai egyel közelebb hozzánk lesznek majd a képernyőn, miközben itten az ismétlések sora következik. Bartfai Krisztián világító kobakjáról könnyű fölismerni. Tehát a román Andjev Obrezsa kettős indul egyel alacsonyabb számú pályán, mint amelyik itt az eredmény, tehát tetszik látni. 197 század a különbség a magyarok és a győztes olaszok között. Ez csak feleség lehet, vagy mennyasszony, ugye? Mert így ekkora sokmilliós nyilvánosság előtt különben, hogy is kaphatná ekkora csókot, Scarpa. Orszi úr, a Nemzetközi Szövetség elnöke takarva a hatalmas termetű Scarpa mögött, ő az, aki gratulál. Ez az ősz úr, a Nemzetközi Szövetség elnöke. Itt pedig a magyarok, Jakubovics Péter a jobb szélén. Ez a sor csupa magyar ott végig, a hölgyek. Dorogi Katalin.